Sziasztok, én Gocsi vagyok, ez pedig a Little Big Adventure című fantasztikus játék, amit most végig fogok nektek játszani. Nem tudom, mennyire ismeritek, ez egy 1994-es megjelenésű játék, amit az eredetileg az Adelin Software adott ki, és francia játékról van szó alapvetően. Viszont ez a verzió, ez egy újrakiadás, egy ilyen enhanced verzió, amiben kijavítottak jó pár dolgot, módosítottak az irányításon, picit irányíthatóbb lett az egész, illetve egy-két idegesítő dologtól is megszabadítottak minket, ezt majd fogom mondani, hogyha odaérünk. Úgyhogy ami érdekes ebben a végigjátszásomban, vagy érdekes lehet, az az, hogy letöltöttem a játékhoz egy magyarítást, ami egészen jó, vannak benne hibák, viszont arra gondoltam, hogy most voice-overek nélkül játszanám, és felolvasnám az összes szöveget. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy fog sikerülni, mennyire lesz élvezhető, de remélem azért tetszeni fog. No! Hát akkor indítsunk egy új játékot, én azt mondom. Play! Twin Sun egy viszonylag új bolygó egy távoli galaxis peremén. Keringési síkja két nap között stabilizálódott. Egyenlítőjén egy hatalmas hegységlánc vonul végig, amely kettészeli a bolygót. Mindkét féltekét egy-egy nap melegíti. Az északi félteke a narancssárga egével melegebb, mint a déli félteke. Egy sarki kör kivételével a bolygó klímája mérsékelt. Tehát minden adott volt az élet kialakulásához. Az évszázadok folyamán négy faj fejlődött ki. A gömböcskék, a nyulambulamok, a kvetcsek és a fánik. Ezek négyen mind békésen éltek a bolygón, amíg egy nap egy gonosz uralkodó, dr. Kacajkabát meg nem jelent a színen. Kis megjegyzés, hogy a dr. Kacajkabát eredetileg dr. Funfrock. Majd meglátom, hogy melyiket fogom hívni, én dr. Funfrocknak hívtam, hát ismertem meg, úgyhogy ez a Kacajkabát kicsit vicces, de mindegy, haladjunk tovább. Dr. Kacajkabát hatalomra kerülése óta a nép elnyomásban élt. Kacajkabát egy rendőrállamot állított fel, ahol a gyanú árnyéka mindenkire ráesik. Mindenható uralkodó és vasököllel kormányozza népét. Rendelkezésére áll két hatalmas fegyver, amely bebiztosítja trónját. A klónozás és a teleportáció. Kénye kedve szerint bármely lényt klónozhatja és beállíthatja katonái soraiba. Ezek után bármelyiket kivezérelheti bárhová a bolygón egy hatalmas, mindenhová kiterjedő telepathálózat segítségével. Pár évvel ezelőtt a bolygó védelmére hivatkozva dr. Kacajkabát átvezérelte a bolygó lakosságát a déli féltekére. Az ellenállás nehéz. Minden nap többek és többek kerülnek börtönbe, és a nép kezdi elveszíteni a reményt. Hogy erőt merítsenek, az emberek egy legendát hívtak életre, amelyet egy istennő Sandel nevével azonosítanak. A legenda, vagy Sandel, akár csak puszta említését is megtiltotta dr. Kacajkabát. Mi alatt egy fiatal kvecs, aki Twinzennek hívtak, furcsa álmokat látott.
No, és itt is vagyunk. Hát érdekes álom volt, az biztos. Végén történt álom, az álom végén történt valami hatalmas, fényes tűzijáték, és fölrobbant az egész bolygó. Nem túl szívderítő. Viszont rögtön egy hinttel indít a játék. Ezen verziója, az eredeti doszos játékban itt nem volt semmi ilyesmi. Itt ez konkrétan azt mondja, hogy zoomolhatunk a pálya egyes részeire az alatta, vagy az alul látható gombokkal. Ugye azt kell tudni, hogy ez a játék eredetileg hát PC-re jelent meg, ezáltal ugye billentyűzettel lehetett játszani. Viszont ez az újra kiadás, ez nem csak PC-re jelent meg, hanem mobiltelefonokra és tabletekre is. Viszont emiatt ez a verzió érdekes módon nem kapta meg a billentyűzetes irányítást, és egyszerűen nem is értem, hogy hogy sikerült ezt kihagyni belőle. Konkrétan egérrel kell nyomkodni a dolgokat, hogyha szeretnénk, de hát ez picit, hogy is mondjam, megnehezíti ugye az egész játékot, meg ugye az egész élmény az nem annyira jó. Mobiltelefonokon azért ez jobban működik. No, viszont szerencsére nincs minden veszve, ugyanis kontroller támogatást is kapott, és ezzel viszont egészen játszhatóvá vált a játék, úgyhogy ezért is döntöttem úgy, hogy akkor nem az eredeti doszos verziót indítom, játszom nektek végig, hanem akkor az új javított verziót. Nagyon sok minden tényleg javítva van, majd mondom a játék közben az észrevételeimet ezzel kapcsolatban. No, de akkor induljunk is neki. Igen, autó, save, tök jó, mehet tovább. Szóval, kezdődik a játék, igen, érdekes helyszínen, és ez egy elmegyógyintézetben ébredünk, és jön is egy őr, ne heveskedjen, vízen fogolj! Igen, az X-el tudunk ütögetni, ugye a kontrolleren, úgyhogy ki is nyiffantottuk ezt a kis őrt, és ezzel ugye ki is tudunk szabadulni. Megyünk vissza. Ugye izometrikus a játék, amit én nagyon szívlelek. Az egyik fogoly megszökött, riadó! Na, rohanjunk, gyorsan ezt is hogyha bugyáljuk el. Igen, ez gyors volt. Na, mit mond ez a csávó? Hogy mint? Azért tartunk itt, mert egy bajkeverő vagy. Egy informátorunk elmondta, hogy azt állítod, profita álmaid vannak. Gondunk lesz rá, hogy gondod legy... illetve gondunk lesz rád. Na hát... ezt a csávókat, ezt igazából ki kell gyorsan nyírni. You can run pressing and hold. Igen, hogyha benyomjuk az át, akkor rohangálhatunk. Szóval itt vannak ezek a kis gombocskák, ezektől kell megóvni az emberkéket, akik meg akarják nyomni, ugyanis hogyha megnyomják, akkor riadóztatva leszünk. Hoppá, ott sétálisgat is a csávóka. És hoppá, na már rohant volna oda, és utána, hogyha bemegy a riadó, akkor hirtelen ide teleportálódnak a klónok, akikkel viszont nagyon sok mindent nem tudunk kezdeni, és ezért kezdhetjük előről a dolgot. Szóval, viszont itt besétáltunk ide a kis irodába, és megtaláltuk a személyi igazolványunkat. Halleluja, és visszaszereztük a holótérképünket. Na, ezt majd hamarosan megnézzük. Ez pontosan mi. Igen, az inventory-t ezzel a gombbal érjük el. Meg is nyomjuk. Picit lassan reagál sajnos ez az inventory. De itt is a holomap. Ami hát így néz ki, ugye 94-es játékról beszélünk, tehát hogy itt a 3D az még csak igen csínyen bántak vele. Viszont láthatjuk is, hogy itt állunk Citadella szigetén. Úgyhogy innen indul a történet. No, viszont ruhánk az nincs itt, de
hogyha bemegyünk ide az öltöző részhez, akkor felszedhetünk egy itteni dolgozó ruhát. Amit a játékról még tudni kell, hogy igen, hogy bizonyos tárgyak esetében, hogyha használjuk az akciógombot, akkor kipattan belőle vagy szívecske, vagy érem, vagy pedig majd később mágikus töltet, ez majd a fegyverünkhöz lesz jó. Na, hogyha most meglátogatjuk itt a csávókát, akkor rögtön mondja, hogy jó napot, nővértársam. Nővér? Úristen, rossz ruhába öltöztünk, na mindegy. Hát ne nagyon társalogjunk tovább vele, inkább tegyük el láb alól. Brutális módon. És megnézhetjük így, itt mi van. Szívecske. Most maxon vagyunk, úgyhogy ennek sok értelmét most jelenleg nem látjuk. És stekkelni ezeket meg nem lehet. Na, viszont ami az újítás, hogy a játékban hogy lehet zoomolni, és hoppá, ki is tudtunk jönni teljes mértékben. Ez tök jó egyébként, mert így azért be lehet látni kicsit jobban a pályát. Hát nem kicsit, hanem nagyon. És látjuk is bal oldalt, hogy ott van egy várakozó elefánt. Hogyha megnyomják a riasztot, akkor ő jön és olyan lövést ad le ránk, ami kikerülhetetlen lényegében. No, de zoomoljunk is vissza eredeti állásba, és rohanjunk tovább, meneküljünk innen. Igen, hogyha nem öltöztünk volna be, akkor ő már rögtön nyomta is volna meg a gombot, úgyhogy ezt jól tettük. Kaptunk egy kis zsuzsettát. Lejünk a csávóhoz. Igen, ő sem tud sok mindent mondani, csak hogy riadó, megszökött a fogoly. Na, nála volt egy kulcs, és itt láthatjuk egyébként rögtön, hogy itt van a Dr. Van Frock szobra, így néz ki az illető. Kis elnyomunk, de tovább ne is időzzünk ezen a szörnyű helyen, menjünk ki. Igen, B-vel pedig lehet ugrani. Igen, a Y-gombbal pedig el lehet rejtőzni, ezt hamarosan látni is fogjátok. No, itt vagyunk kint, és hát őrök vannak, állják az utat. Hogyha rögtön itt kirohanunk, akkor ugye nyilván nem fog nekik ezt tetszeni, ezért át kell állnunk lopakodó üzemmódba, ami így néz ki. Hát egy picit lassú, ugyan, de legalább nem vesznek észre. És akkor itt a kis őr állomás mögött szépen elosonunk. Picit közel jöttem, úgyhogy ide már, erre már nem segített a dolog. Viszont hogyha megőrizzük a hidegvérünket és tovább osonunk, akkor nem fog minket lőni. Jól van, szerencsére sikerült, és akkor rohanhatunk ide. Na hát itt van egy nyulam-bulam, ahogy a fordító is fordította. Ups. Igen, most véletlenül megütöttük. Tipikus, még nem tudtam most így vele társalogni, ugye most nem mond ilyenkor nekünk már semmit. A lényeg az, hogy azt mondta volna, hogy folyamatosan jönnek jön a szemét szállító, és hogy annak segítségével elbújunk, akkor be is szállhatunk, úgyhogy most ezt fogjuk tenni. Oké, most már csak meg kell várnom, hogy a szemetes ide érjen. És szépen ott megkeresi a helyét, pontos helyét, és akkor már is beszálltunk a szemét szállító kocsiba, és elosonunk innen. Ilyenkor automatikusan rázumol a játék. Ezzel is próbáltak egy kicsit segíteni ugye az átvezetésen, hogy picit más jellegű legyen, ilyen ez volt a cinematic lényegében a 3D-s animációkon kívül. No, és itt is vagyunk, és rohanunk kifele. Igen, itt mindenhol ezért lehet találni dolgokat, és itt pedig itt áll egy
emberke. Nem jó. Jó, igen. Igen, nem jó gombokat nyomok, az a probléma, hanem ezek szerint már nem is fog nekem mondani semmit. Hát így nagyon könnyű lesz fordítgatni, hogyha mindenkit szétverek és nem beszélnek velünk. Fordítani? Felolvasni. No, viszont most megpróbálom ki jó gombot nyomni. Nem tudom kinyitni ezt a ládikát a hátfájásom miatt. Segíts kérlek, és megtarthatsz egy keveset abból, ami benne van. Csak elég kell állnod és megnyomni a space-t normál módban. Ugyanezt megteheted szekrényekkel, szemetes és virágládákkal. Igen, egy kis tutoriál. Történik a szemünk előtt. Itt a ládika. 25 caches. Nem is tudom így, hogy pontosan hogyan fordítják. Na, már haragszik-e még ránk? Már valószínűleg nem haragszik. Hogy mint? Szia! Mit keresel te ott? Tudtad, hogy el tud olvasni a plakátokat? Egyszerűen csak eléjük állsz, és megnyomod a space normál módban. Érdekes, mi ez a space, meg mi ez a normál mód? Olvasunk is el egy akkor egy plakátot. Isten éltesse a tiszteletre méltó doktor Kacajkabátot, aki megvédett minket a babonáktól. Hát igen, már ez is érdekes. No de. Ilyen a terep, kicsit visszazoomolok, mármint, hogy visszazoomolok, és akkor ott látjuk, hogy ott van egy ilyen kis bejáró. De most egyelőre nem megyünk be, visszamennénk ezzel a elmegyógyintézetbe, csak egy másik részhez, ahol a klón is áldogált. Ez a felesleges most oda mennünk. No, kicsit kizoomolok, ez már Citadel városa. És jól láthatjuk, hogy elég el van barikádozva, mindenhol őrök állnak, és furcsa robothangokat is lehet hallani. Ezek a robotok szintén Dr. Fanfrock szolgálatában állnak. No de, még mielőtt itt most tovább átmasíroznánk a városon, itt lemegyünk ezen a kis csatorna nyíláson. Itt áldogál egy nyúl. Tedd azt, amit én. Gyűjtsd össze a lóheréket és a dobozait. Minden lóherét egy-egy doboz tart. Minden egyes lóhere ad egy újabb esélyt, amikor szorult helyzetbe kerülsz. Ez pontosan így van. Fönt láthatjátok, hogy van is ott egy lóherénk. Hogyha nagyon rosszul állunk életenergia ügyileg, akkor, hogyha aktiváljuk, akkor visszatölthetjük szinte, nem is szinte, hanem biztosan, a teljes életerőnket, illetve hogyha meghalunk és van lóherénk, akkor ez automatikusan szintén megtörténik. És most felvettünk egy ilyen dobozkát, ugye ez a platty, ez a lóherének kell, tehát hogy ha összegyűjtjük az összes dobozt, illetve nem tudom, ahány dobozt összegyűjtünk, annyi lóherével meg lehet pakolni őket, annyi esélyünk van arra, hogy újra kezdhessük, vagy ups, igen, itt most ugrani kellett volna, de rossz gombot nyomtam. Ez még ugye az elején biztos, hogy elő fog fordulni egy párszor. Igen. No. Ez az ugrás, ez természetesen ez se volt az eredeti játékban, hanem csak egy távolságba lehetett ugrani, viszont itt most tudjuk konkrétan irányítani azt, hogy hova és milyen messze ugorjunk, és ezt látjuk is egy kis nyíl segítségével. No, itt már több dolgunk nincsen, úgyhogy húzzunk vissza. És... jaj, igen. És hát irány dél. Ugyanis... vissza szeretnénk jutni a házunkba. Megpróbálunk, és ez ugye a sziget legdélibb részén van. Hogy megpróbálunk úgy sietni, úgy ellavírozni katonák mellett, hogy ne vegyenek észre nagyon. Nyilván nincsen gond, hogyha észrevesznek, csak ne találjanak el. Mert akkor probléma van. Hoppá, ott van is az utunkban egy klón. Őt sem tudjuk még megölni, viszont hamarosan majd tudjuk. És ott lent láthatjátok jobb alsó sarokban, ott pedig egy robot. Nyúl közlekedik.
No, itt viszont tovább tudtunk menni. Itt érdemes fönt mocorogni, mert itt fönt viszont nem lesz, nem ütközünk akadályokba. Kizumolok teljesen, hogy lássátok ti is. Ott van egy ilyen kis járőröző robot. Ez olyan, hogy ha a közelébe érsz, akkor mozdulatlanul kell állni. Különben elkezd téged lőni. Na. De most akkor mehetünk tovább. Ott a kikötő arra van, úgyhogy majd arra is mehetünk tovább. Most egyelőre tényleg vissza szeretnénk jutni a házunkba. És ezt itt meg is tudjuk tenni. És itt vár minket a feleségünk. Zoé. Végre visszatértél, szerelmem. Gyere gyorsan be, biztos minden klón téged keres. Jaj. Kinyitja a lakásunkat, és már megyünk is befele. Twinzen, hol voltál? Halálra aggódtam magam. Megszöktem az elme gyógyintézetből. Azt hiszik, hogy én egy bajkeverő vagyok. A furcsa álmaim miatt, amelyekben Sandel hív engem. Tudod, meséltem neked róluk már párszor. Azt hiszem, itt az ideje, hogy hasznát vedd annak, amit elrejtettél itt a házban. No, rohanunk is, ugyanis nem sokára vendégség érkezik. Nyissák ki, tudjuk, hogy benn vannak. Bújj el, reszket az ujjuk a ravaszon. Igen, jöttek a klónok értünk, úgyhogy itt most el kell bújnunk, különben ismételten bevisznek minket az elmegyógyintézetbe. Itt most szépen elbújunk ide. És már jönnek is befele. Egy szökevény segítségének vágyával le van tartóztatva. Kövessem. Pop. És el is viszik drága feleségünket. Sokat nem tudtunk vele társalogni, viszont szerencsére nem találtak meg minket, úgyhogy érdekes házunk van egyébként így felépítés szempontjából. Úgyhogy most megnézhetjük azt, hogy mi van, hogyha mondjuk ki akarunk menni a házból. Hát nem tudunk, ugyanis be van falazva a bejárat, ez gyors volt. Így gyorsan dolgoznak. Viszont itt az ebben a szekrényben megszereztük a mágikus labdánkat. Ez lesz a fegyverünk, a fő fegyverünk a játék során. Próbáld ki a klónokon, igen, ki is fogjuk próbálni. És mondja, hogy az X-el lehet itt lövöldözni, hogyha nyomot tartjuk. Jó. Elsajátítottad a mágia első szintjét azzal, hogy megtaláltad a tunikát, amit őseid hagytak rád. Segítségével képes leszel mágia erőt gyűjteni. No, így nézünk ki. Ez itt a tunikánk. Jól nézünk ki. Ezt pedig, hogyha megnyomjuk itt a gombot, akkor mindenféle vonalak jelennek meg. Ugye ez, ezzel, és hogyha kicsit kizoomolok, és elengedem a gombot, akkor ezt láthatjátok, ez egy mágikus labda, és itt ez pedig, ahogy nyomva tartom, mutatja, hogy hogyan fog pattanni, milyen szögben, és hol fog érkezni. Ez nagyon hasznos újítás. Egyébként a játékban ez az eredeti DOS-os verzióban szintén nem volt benne, és emiatt eléggé nehézkes volt ugye ennek a labdának a használata, ugyanis sokszor ilyen lövöldöztünk, egy picit mellé ment, akkor kicsit jobbra fordított el, akkor megint egy picit mellé ment, és így nagyon nehézkes volt eltalálni bármit vele, illetve hát fogalmat sem volt, hogy hogyan fog pattanni, hogy ez mindenképpen egy dicséretes, hogy ezt így belerakták. Tök sokkal használhatóbb lett így a játék. No, viszont ahogy itt lövöldözünk, fönt látjátok, hogy van egy ilyen kis mágikus üvegcse, és ott a fogy belőle a kék csík. Ugyanis ahhoz, hogy itt sokat pattanjon, ahhoz mágikus energiára van szükség, amint elfogy,
úgy igazából már csak már nem fog pattani, hanem már csak egyet fog esni, és utána jön, rögtön jön is vissza. Néha egyébként ez sokkal jobb, hogy nem kell végigvárni, amíg össze-vissza pattog, hanem rögtön visszajön. No de, mindegy. Itt egy kis érdekesség, hogy az alsó, vagy itt a bokrosban van egy kulcs, ezzel be tudunk menni itt a, ide a pincénkbe. És jelenleg nem kell ide jönnünk, viszont hogyha ide állunk, akkor itt van egy kis titkos átjáró. Ahova, hogyha bemegyünk, egy eldugott barlang vár ránk. Ahova viszont jelenleg ugye nem tudom mit csinálni, itt egy zárt ajtó van. Kizumolunk egy kicsit, akkor látjuk, hogy ott van bent valami. Két értékes, egészen értékes tárgynak tűnik, úgyhogy ide mindenképpen vissza kell majd jönnünk, és hogyha meg ide állunk, akkor ide bezumol nekünk a kamera, de hát szintén nem tudunk mit csinálni. Ilyen írások vannak itt a táblán. Úgyhogy egyelőre ennyi, az biztos, hogy ide majd vissza kell jönni. No, na de akkor menjünk ki. Hát illetve pontosabban, hogy hol tudunk ugye kimenni, mert hát ugye be van falazva a bejárati ajtónk. Gyorsan összegyűjtünk még egy-két dolgot, ami hasznunkra válhat. Például a pénz. Főleg a pénz, meg a mágikus üvegcse, bár szerintem abból most talán kevesebb lesz, de azért van. Jó. A játék során egyébként egyre több, léphetünk szinteket, mágikus szinteket, és ez bizonyos tárgyak megtalálásával fogjuk ezeket elérni, és ahogy ez egy újabb szintre lépünk, úgy annál erősebb a mágikus lapnánk, és illetve annál több lesz az energiánk is, amit felhasználhatunk. No, hát lehet itt kutatni a házat, viszont itt a kandallóból tudunk kimenni. És itt van lényegében a kémény, érdekes módon. Erre egyébként vagy úgy jöttél rá a játék során, hogy tényleg mindenhol benéztél, vagy pedig kint van egy nyúl, aki egy építész, és ő építette nekünk ezt a kéményt. Mindjárt beszélünk is majd vele, csak közben ezt a kis robotnyulat, nyulambulamot likvidáljuk. Oké, és akkor ott van a egyik klón, és hát itt látjuk azt, hogy igen, hogy itt aztán nem tudjuk elérni sehogy a labdával, nem pattanna úgy, így viszont elér. Igen. Megvárjuk, még szépen visszamegy, pong. Úgy, meg is van. És hát látjátok, igazából túl sok energiánk nincsen, mindjárt el is fogy, de nem is baj. Szóval igen, ez a térkép legdélibb része. Ott láttok egy barlangot, baloldalt. Ugyanoda jutunk, mint a pincénkből, ugyanarra a kis barlangba, csak pont a másik oldalára. Na itt van a nyúl. Egy fiatal lány keresek. Két fániklón őrizetében van. Na, nem láttam, sajnálom. A fiam és én megjavítottuk a kéményének a szellőzőjét. Felrakunk egy kerítést is, és később köré. Furcsa, milyen messze van a házától. A fiam szerint, aki egy építész, nagyon sok különleges dolog van a házában. Tudja mit? Ne foglalkozzanak a kerítéssel. Meggondoltam magam, és inkább így hagynám, ahogy van. Persze, mert különben nem tudnánk visszamenni a házba. No, ide nem tudunk bemenni. Úgyhogy mehetünk vissza, és igazából most meg kéne keresnünk a feleségünket, igazából ez a fő küldetésünk. kéne egy kis információt gyűjtenünk, hát ha látta valaki elmenni a hölgyeményt, úgyhogy most beszélgethetünk emberekkel. De a ahol biztosan nyomot találunk, az nem lesz más, mint a kocsma. Gyorsan, mielőtt ide ér a
Hopp, igen, ez kijön itt a nyúl. Bemegyünk ide a kocsmába. És beszélgetünk itt az emberekkel. Igen, ő is csak egy tutoriát mond. Jó. Itt föl tudunk menni. Az élet cukra. Kérsz 10 szívecskét 10 petákért? Jaj, peták van. Jó, nem köszönöm. Itt, hogyha fölmegyünk, akkor lesz itt egy nyúl hölgyemény. Soha ne próbáld meg teleportálni magad, nagyon veszélyes, csak a klónok tudják. Egy fiatal lányt keresek, igen. Nem láttam őket, sajnálom. Igen, ez ugyanezt tudja mondani. Na és itt viszont van még egy fáni. Very fáni. Igen, egy fiatal lány keresek, két fáni klón őrizetében van. Tudom, hogy hova mentek, és segítek, ha veszel nekem egy italt. Kérd meg a pincért. Jó. Tehát venni kell neki egy italt, és csak akkor fog dumálni. Jellemző. Hogy akkor beszélünk is a pincérrel. Meg szeretném hívni egy italra a fánit odafenn. Rendben van, uram, de ez 10 petákjába fog kerülni. 10 peták? Az túl drága? Nem. Rendben, menjünk. Igen. Le is vette. Úgyhogy mehetünk is fölfele. Ide fog jönni, úgyhogy itt most szépen megvárjuk, amíg kitölti neki az italt. Ez közül meghúzta, jó van. Itt senki, mindenki alkoholista. Jó. Most akkor most beszéljünk vele? Igen. Láttam őket a kikötőben, nem is olyan régen. Egy másik szigetre mentek. Elég különös, mert a foglyok itt maradnak a citadellán. Szóval. Ez azt jelenti, hogy irány a kikötő. Elvitték másik szigetre, úgyhogy nekünk sincs tovább itt keresni valónk. Mehetünk is. Itt ezekből még kinyerhetünk dolgokat, hogyha szeretnénk, de hát ugye tök random, hogy mit dob. A pénz az mindig jól jön viszont. Na, de egy kicsit zoomoljunk ki, hogy lássuk, hogy merre jár éppen az a robot, robotika. Igen. Jó. Igazából itt van a kikötő, úgyhogy szépen átsuhanunk. Nem állunk le lövöldözni az emberkével. Ugye itt nincs konkrétan experience pont, tehát hogy nem szükséges ahhoz, hogy tovább fejlődjünk, hogy minél több embert, illetve ellenséget megöljünk. No de, itt egy klón állja az utunkat, na megyünk, megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Szüksége lesz egy jegyre, hogy felszálljon. A szomszédban vehet jegyet. És ő most ugye a szomszédba terel minket. Most oda zoomolok, ott láthatjátok, hogy ott áll is egy nyúl, akinél viszont nem tudunk jegyet venni, ugyanis rögtön fölismer minket, hogy szökébények vagyunk, és ránk támad, ránk hívja a klónokat, úgyhogy inkább tegyük el láb alól ezt a fánit. Hát mondom, itt sem túl egyszerű. Egy kicsit hátrébb megyünk, és akkor úgy talán pont rosszabbul vagyunk. Fene egye meg, akkor majd innen. Így van. Igen, ez a hang, ez így beleivódott az elmémbe gyerekkoromból. Kaptunk is egy kulcsot. Jó, meg is vagyunk. És akkor mehetünk a hajóra. Szükség lesz egy jegyre, hogy felszálljon a hajóra. Vegyen egyet a szomszédban. Na, ez is ezzel jön. Jegy kell. We need a ticket. Úgyhogy viszont továbbra sem akarunk ugye oda menni, valahonnan szereznünk kell egy jegyet. Hát itt áldogál egy fánik. Nézzük meg, hogy esetleg neki van-e valami mondandója. Tele van a bakancsom. Van 4 láda a raktárban, hogy egyszerűen nem tudok elhelyezni a 4 földre festett kereszten. Szívesen adnék egy-egyet bárkinek, aki ki tudna segíteni.
Hát mi már megyünk is kisegíteni. Csi. Gyorsan megnézzük, hogy hogyan is áll a dolog. Aha. Tehát négy láda. Jó, igazából nem tűnik ez túl bonyolultnak. Ezt kicsit eltoljuk erre. Közben ezt betolhatjuk ide föl. Ugye? Mondjuk úgy az oda fölmehet. Potty. Ezt eltoljuk ide. Kis sokoban mini játék. Ez mehet akkor teljesen föl. Potty. Ide betoljuk. Megvan. És ez kész is. No, tudni kell, hogy ezen is változtattak a fejlesztők, ugyanis ennél picit nehezebb volt ez a kis mini játék, ugyanis az elején még innen indult az egyik láda, és hát máshol voltak is picit nehezebb, picit tovább tartott a játék. Úgy gondolom, hogy ezen nem akartak most, hogy sokat szívjon az ember. A ládák végre a helyükön vannak. Kérem, fogadja el ezt a hálám jegyéül. Jegyéül, értem. Van egy hajójegyed. No, szuper, akkor húzunk innen a rákba. Nem érünk rá. Isten hozta a fedélzeten. Csodálatos napot választott az utazásra. Az idő egyszerűen gyönyörű. Na, hát akkor menjünk. Átvezető. Tű, micsoda hullámok. Ujjajjajjaj. Ki vezeti ezt a hajót? Igen, hát Twinsen barátunk sem annyira boldog. No, itt láthatjuk, ahogy szépen utazunk el. És itt vagyunk a... Igen, hogyha Citadel szigetre akarunk menni. De nem akarunk most oda menni, mivel most jöttünk, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van erre. Beszélgessünk az emberekkel. Jó napot, a barátnőmet keresem. Igen. Hagyjon békén, nincs mit mondanom magának. Igen, nem fogom felolvasni mindig, mert ugyanazt fogja mondani mindenkinek, hogy a barátnőjét keresi. Nem láttam. Jó. Kicsit zoomoljunk ki, és láthatjuk rögtön, hogy van itt egy-két ellenfél. No, hát ez a sárga klón, ez elengedne minket, de a többiek nem, úgyhogy én azt amondó vagyok, hogy ezeket pont átugorja egyébként, nagyon érdekes. Ezeket inkább csináljuk ki. Ups. Jobban járunk. A katona az így nagyon készültségben van, de nagyon ősen tud mit csinálni. Gyorsan kinyírjuk. Úgy van. És már csak azt a robotot kéne. Szerencsére eléggé sokáig tart, amíg feláll. Úgy van. És mehetünk, szabadná vált az út. Uha. Na itt már bonyolódik a dolog. Szintén itt egy erőd van, igazából az összes szigeten itt, amire rárakta a mancsát Dr. Fanfrock, az így néz ki. Információ kellene nekünk ugye továbbra is, és hát lehet itt több fele menni. Ha tovább megyünk, akkor látni fogjuk, hogy itt van egy őrállomás, és itt van egy mi az, könyvtár. Viszont nem kell most egyelőre ideig jönnünk, hanem konkrétan az a fogoly fog nekünk szolgálni hasznos információkkal, úgyhogy megpróbálunk bemenni oda. Úgyhogy lehetőleg ne lőjenek ránk. Ez az.
beugrunk. Ok, közben ott elindult a nyárőrkocsi. De ez csak eddig jött. Hoppá, ott fönt... Fönt már elkezdtek sorozni minket, de szerencsére ide már nem jutnak. No, nézzük, mint mond nekünk. Igen, jó napot, a barátnőmet keresem. Nem segíthetek, ha csak... Látom, milyen veszélyekkel megbirkóztál. Azt hiszem, bízhatok benned. Ezen a szigeten tartóztattak le, de még korábban adtam a testvéremnek egy hamis vörös kártyát a Sógor szigeten. Odaadja neked, ha azt mondod neki, Amos. A ház most már a holótérképeden is rajta van. Tök jó. No. Igen, automatikusan ugye mondja. Jó, tehát, hogyha most megnézzük a holótérképünket, akkor látjuk, hogy itt vagyunk most elöljáró szigeten, és ide kéne eljutnunk a bankjegy hamisító házába, ez Sógor szigeten található. No, jó, hát odáig azért még picit nehézkes lesz a eljutás. Ups, közben rohanunk innen, mert kicsinálnak. Nem, ki kéne jönni, kicsit kizumolok. Megpróbálunk innen gyorsan elmenekülni. Közben ez mindjárt elindítja itt a sorozást. Igen, ouch. Megvárjuk, amíg elmegy a másik irányba. Jó. Közben ezt itt kicsináljuk. Fú, jó van, akkor pont nem talált el minket. És hát szerintem fussunk. Ebbe az irányba megnézzük, hogy itt mi van. Aha, egy gyanúsan áldogálnak emberek, de megnézzük, hogy tudnak-e valamit. Mindenki elrohan. Szegény, ez nem tudom, hogy hova akart elrohanni. Nem tudom, mi van itt. Gyorsan megkérdezzük azt a zöld akárcsodát. Hogy itt mi van. Miért rohannak itt az emberek. Igen. Itt nem beszélhetsz csak úgy akárkivel. Bizonyíts be, hogy nem Dr. Kacajkabátnak dolgozol. Intézel egy klónt. Hoppá. Szóval itt úgy néz ki, hogy igen, azért itt van még ellenállás. Mindenképpen jó. Na most ott van egy klón, azt lehet, hogy akkor likvidáljuk, és akkor ezzel elnyerjük a bizalmukat az itteni lakosoknak. Szuper, meg is van. Beszélgessünk ismételten ezzel a jó emberrel. Semmit nem láttam, de ha komoly dologról van szó, látogassa meg az asztrológust, aki házi őrizetben van itt. Fenn van a Vénvárban. Asztrológus. Mit tudhat egy asztrológus? Jó. Azt mondja, fönn van a Vénvárban. És hogy jutunk oda föl? Az egy kérdés. Hát, mindjárt mondom. Ugyanis, most inkább kijövünk ide egy picit. És vissza. És itt lesz ez a nyúl, aki most már nem rohan el, úgyhogy megkérdezzük, hogy ő tud-e valamit. Nem láttam, de azt hiszem, most már bízhatok benned. Köves, tudom, hogy kell az asztrológus házához menni. Na, ő tudja. Hát akkor menjünk. Gyerünk már. Nem érünk rá. Veszélyben a barátnőm, akit én az elején feleségemnek hívtam, de tök mindegy. Meg kell menteni. Na és most hívja a másik haverját. Potty. Na. Az unokatestvérem lakatos, majd ő kinyitja magának az őrizetlen ajtót. De akkor most vegyünk egy másik irányba. Jó. Kicsit túlbonyolítják. Nagyon gyorsan megy, viszont ha megfutok, akkor meg okay, én megyek gyorsan. Nincs jól beállítva a lépési sebesség. Na, mutasd.
Ha találkozni akar az unokatestvéremmel, menjen a mosdóhoz és mosson kezet. Oké, furcsa vagy. Ó, most már értem, mire gondoltál. Na nézzük, kirablunk azért gyorsan. Van itt egy szívecske. Nekem pénz kell, adjál pénzt. Nem, ez is csak szívecske. Esetleg itt. Hát, ezzel nem jártunk jól, de mindegy, itt megnyílt a út, hogy megyünk is át. Töp, kicsit meglepődött a fáni. Ha már tud erről a járatról, úgy gondolom, kinyithatom magának az őrizetlen ajtót, csak ön után. Hát, kösz. Mondom, lehet volna egy picit egyszerűbben is, de... Üssek ő. Na nyissad, ez az őrizetlen ajtó ezek szerint, aha. Jól látjuk. Kösz, itt a kulcs. Viszont, hogyha zoomolunk, akkor láthatjuk, hogy ott van két klón. Na, azt kell tudni, hogy ők a szuperfánik, fáni klónok. Tehát, ahogy az elején, a rész elején is mondtam, hogy ők egyet lőnek ránk, és vége a történetnek. Úgyhogy óvatosan próbálunk lehetőleg nem az utukba kerülni. Na, ide bemehetünk ide a boltba. Ahol vásárolhatunk egy-két dolgot. Isten hozta, kedves vásárló! Nincs több cseresznye szörpöm, de van egy patika citadel a szigetem. Kérlek, válasz egy terméket és nyomd meg a space normál módban, ha meg akarod venni. Ó, igen, egy dolgot elfelejtettünk, citadel a szigeten, úgyhogy oda majd vissza kell menni. De... Akkor azt már meg is ejtjük. Egyre nem érdekel a Mecha Pingvin. Viszont ez minket érdekel. 10 útra elegendő üzemanyag 30 petákba kerül. Megveszem. Köszönöm szépen. Egy kis üzemanyagot vettél magadhoz. És egy petákon maradt, úgyhogy mindenképpen kellene majd peták. Na, de még mielőtt visszamegyünk Citadel a szigetére, ugye cseresznye szörpöt szerezni, beszélgessünk ezzel a nyulambulammal. Igen, nem láttam. Segíthetek magának megszabadulni a szuperfánitól. Kövessen, de várjon meg, amíg elmegy a lépcső elől, mielőtt megpróbálna elmenni mellette. Jó. Na, elcsábítja. Valószínűleg ez a kis nyulam-mulam. Igen, hát mindenkit ilyen ráérős igazából. Hát figyelj, 94-et írunk, itt nem sietek sehova az emberek. Na, viszont itt nem megyünk közelebb, nehogy aztán ránk lőjön a szuperfáni. De innen azért jól látom mindent. Azért a poén kedvéért ide lehajolunk. Igen, ott el csábizgatja. Ajjaj. Ajjaj, mi lesz itt? Ezt nem várjuk meg, nem vagyok rá kíváncsi. Zoomoljunk is vissza. Jó, és szabad az út. Mehetünk. Itt ott áll egy katona, akit egyébként ki tudnánk csinálni, de most inkább hagyjunk, mert nincsen energiánk. Annál közelebb meg nem akarok menni, viszont ide föl tudunk rohanni. Itt az asztrológus háza, jó, be van itt is szegény falazva, viszont itt a tető szellőzőn be tudunk menni. Bob Vortix vagyok, asztrológus, házi őrizetben. Mit keresel itt a városban, azon kívül, hogy hol vannak apritani való klónok? Jézusom. Igen. Na hát beszélgessünk velük, vagy vele. Jó napot, a barátnőmet keresem már nagyon régóta. Ez a fiatal lány biztos nagyon fontos lehet, ha Dr. Fanfrog távol tartja őt a Citadellától. Valami nagyon különleges dolog folyhat itt, hogy a legendáról nem beszélhetünk. Biztos hatalmának egyik gyenge pontja lehet. Derítsd ki, mi áll a legenda mögött, csak így láthatod viszont barátnődet. Ha segítségre van szükséged, hogy kijuss a szigetről, van egy barátom a Belúga kikötőben. Mondd el neki, hogy én küldtelek, és járj el diszkréten, küldetésedben. No. Újabb célpontunk van. Belúga kikötőbe kéne menni.
És van itt szó egyfajta legendáról, amiről nagyon sok mindent most egyre nem tudunk. Viszont ő adott nekünk 15 petákot, ami tök jó. Többet nem kapunk, tök jól jön. Na, valahogy akkor innen menjünk ki. Tehát erről a legendáról meg kéne tudnunk pár dolgot, mielőtt így el is megyünk. Úgyhogy majd körbekérdezünk az embereket. Hát, ha tudnak valamit róla. Mégis mi ez a legenda? Igen, itt megnézzük, hogy itt még van-e valami. Egy kis Zsozsetta volt. Ups! Hát... Egy szépen visszajött a szuperfáni, úgyhogy kiosonunk. Szépen csöndben, halkan. Hogy ne vegyen észre minket. És itt el tudunk majd osonni. Remélhetőleg még mielőtt visszajön a zöld. Úgy né. Hopp. Paj. Oké. Na meg is vagyunk. Úgyhogy... Úgyhogy itt van is egy kocsma. Ide fogunk bemenni és kérdezősködni. Viszont lejárt az időnk, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ez a Little Big Adventure című játék. Innen fogjuk folytatni. A következő részben. Megkeressük, hogy mégis, megtudakoljuk, hogy mégis mi ez a legenda, illetve utána járunk, hát ha találunk információt, további információt a barátnőnkkel kapcsolatban, hogy hol található és hogy mi folyik itt. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!